Amnestiát adna Robert Kennedy gyilkosának Kalifornia állam ezügyben illetékes bizottsága. John Fitzgerald Kennedy elnököcsét 1968. június 5-én lőtte fejbe egy akkor 24 éves palesztin származású férfi. Sirhan Sirhant a bíróság először halára, majd életfogytiglanra ítélte, azóta 53 évet élt börtönben. Kennedy kilenc gyereket hagyott maga után, közülük hatot megrázott, hogy a kegyelmi tanács így döntött, de két gyerek a szabadon bocsátás pártján áll. Egyikük, Douglas Kennedy azt mondta a kétfős bizottságnak, hogy egész életét úgy élte le, hogy rettegett a gyilkos nevétől is, de miután szemtől szemben találkozott vele, azt szeretné, ha szabadon engednék a most 77 éves elkövetőt, aki méltó a megbocsátásra és a szeretetre. A kegyelmi bizottság javaslata nem jelent automatikus szabadságot. A kegyelemről ugyanis az állam kormányzója dönt, akinek 30 napja van erre.